pár napért véget a húsvéti időszak, mi azért kíváncsiak voltunk, ki mennyire van tisztában a húsvéti nyúl történetével. Húsvéti nyúl? Hát ez az fogalmam sincs. Jézus születése? Hát ez azért van, kérlek szépen, hogy a gyerekek ne jöjjenek rá, hogy a szülő adja a csokit. Én szerintem a csokoládéból, mert imádom a csokoládét, és amit van csokoládé nyúl, azóta tudom, hogy van nyúl húsvétkor. Magával a húsvét ünnepével szerintem semmi összefüggés nincs a nyúl meg a húsvét között. Népi legfeljebb lehet. Népi. Valamilyen szokás, de azt még meg nem tudom. Ősi eredetű az biztos. Talán a kereszténység és a pogányság összevonásával keletkezett egy ilyen kis történet, ami húsvéthoz eredett. Eredendően talán gyerekeket akarták vele zacsalogatni a valláshoz, hogy ezáltal jobban higgyenek a kereszténység felől Jézus feltámadásába. És mennyi köze van az ünnephez szerinted a nyúlnak? Hát körülbelül ugyanannyi, mint a nyúlhoz a tojás. Melyik volt előbb, nyúl vagy a tojás? Szerintem Amerikából már minden olyan ott találnak ki. Szerinted? Hát ez szerintem is valami amerikai eredetű, például Mikulás is. És van igazság alapja akkor szerintetek? Hát szerintem nincs. Csak úgy a gyerekeknek kitalálták. De amúgy hallottam olyat is, hogy nem tudom, valamilyen történet volt arról, hogy Szent Péter nyúllá változott, vagy ilyenek. Valójában ezek a szimbólumok nem állnak szoros összefüggésbe Jézus halálával. Egy régi legenda szerint egy istennő a téli időszakban egy sebzett madarat talált egy mezőn, hogy megmentse a halált, halált változtatta nyuszivá, ám ez megőrizte tojássakó képességét. Köszönetképpen a nyuszi kidíszítette a tojásokat, és az istennőnek ajándékozta.